Legutóbb még évelején találkoztunk veletek Győrben, azóta azért elég sok minden történt veletek, például ugye Well Hello-val közös dal. Ezt hogyan fogadta a közönség, meg milyen volt a forgatás? Sziasztok, nagyon, nagyon jó volt, hál' Istennek jól fogadta a közönség is, úgyhogy szoktuk is játszani azóta, úgyhogy tök szuperül. Azért jó, hogy ilyen szintű fesztiválnak, mint a Volt Fesztiválnak, hogy mi írhattuk a himnuszát, azért elég megtisztelő volt. És mi várható tőletek a közeljövőben, így a nyári szezon után? Hát elkezdtünk dolgozgatni új számokon, úgyhogy várhatóan ősszel jön majd egy új dal. Mátéval már beszéltük, hogy lehet, hogy lesz új rendes pénz is, meg hát egy új halott pénzlemezen dolgozunk most így főként. Mi meglátjuk, hogy miből jön klippes dal, miből majd csak a lemezen, úgyhogy alapvetően ezeken dolgozunk, meg hát hál' Istennek sok koncert van, úgyhogy sokat vagyunk úton. És hogy telt eddig a nyár? Mennyire nehéz így kipihenni a fesztiválok közti szünetet? Hát próbálkozunk pihenni, amikor van úgy egy-két nap, akkor azért inkább így megnyomjuk, hogy tényleg, hogy lazuljunk kicsit, hogyha tudunk, akkor vízpartra menni, vagy bármi ilyesmi, de hát ez nem a pihenésről szól, hogy most nem tudom, hetekre eltűnjük, ilyen nincs. Ez a jó, hogyha hívnak, akkor menni kell, és most hál' Istennek sokat hívnak, úgyhogy sok koncert van, ez az életünk, úgyhogy meg hát ebbe a szakmában a nyár az a egyik fő szezon. Hogy tetszik eddig az EFO-t? Mennyire tudta egy körbenézni ezen a környéken? Semennyire. Konkrétan ugye az volt, hogy bejöttünk ide, meg volt a beállásunk, bepakoltunk, és most ugye itt voltunk, pihentünk, tehát hogy igazából még nem nagyon tudtunk kimászkálni, valószínűleg majd a koncert után jobban tudunk így mászkálni, meg kicsit így körbenézni. Köszönjük szépen, és sok sikert nektek!